Hatalmas nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat a mai délutánra, aki nevezett erre a versenyre, amit szerintem ne versenynek fogjatok fel, hanem egy jó játéknak. 16. alkalommal rendezte meg a Kis Attila Alapítvány Szerencsen a Zemlényi Zoltánról elnevezett olvasottsági versenyét, amelyen 10 csapat mérte össze tudását a szerencsi járásból. Kis Attila Alapítvány, ahogy Marjan néni elmondta nektek, tényleg a tehetséges gyermekeket igyekszik felkarolni évről évre, és több versenyt is hirdet, próbáljuk az ő emlékét is őrizni, mert egy fantasztikus ember volt a gimnáziumban, igazgató helyettes, és ugye ez a mai nap pedig Zemlényi Zoli bácsi nevét fémjelzi, akit jól ismertem én is, és ő pedig a Bólyainak volt az iskola igazgatója évekig, nagyon-nagyon szerettük, tiszteltük őt is, úgyhogy azért is szuper, hogy részt vesztek ilyen versenyeken, mert bizony ilyenkor ezeknek a személyeknek az emlékét is őrizzük, és egyébként pedig magatokat jól fejlesztitek. Az idén 16. alkalommal szerveztük meg a Zemlényi Zoltánról elnevezett olvasottsági műveltségi vetélkedőnket, ahol mindig is fontos érték volt nekünk, hogy valahogy a magyarság hagyományaival, a múltunkkal, nagyon fontos emberi értékekkel foglalkozzunk, és mindig ilyen műveket választunk. 12 csapat adta le a nevezését erre a mai játékos délutára. 10 csapatra szűkült a kör, betegség miatt a dokaiak visszamondták a szereplésüket, amit nagyon sajnáltunk. Szerencsről és a kistérségből érkeztek. Érkezett Legyesbényéről, Bekecsről, Megyaszóról, Prügyről 2 csapat, Tájáról 2 csapat, Taktakenézről és a helyi Szerencsi 2 általános iskola, a Rákóczi és a Bólya is elküldte a játékosait. Ez évben Majoros Nóra, a Néma Tátos című ifjúsági regénye volt középpontban, aminek ugye a 9. század a történelmi háttereve, egy hatalmas nagy időutazás. A modern korból, ahogy két fiú visszamegy az időbe, nagyon kalandos körülmények közepette, hogy hogyan élik meg a 9. század eseményeit. A 9. század több számomra is előnyös volt az embereknek. A kisebb csoportok egyházában békében és összetartással viszonyultak egymáshoz. Az emberek nem rongálták a környezetüket. Együtt éltek a növényekkel és az állatokkal. A fegyverek bár tudtak gyilkolni, egyszerre nem pusztítottak úgy, mint a mai eszközök. Kisebb volt az emberekben a társadalomnak való megfelelési kényszer. A készülés igazából elég érdekesen sikerült, ugyanis a tavalyi csapatunk, aki szintén megnyerte, nem állhatott teljesen össze, mivel az egyik csapatunk a mai napon nyelvvizsgázott, úgyhogy egy másik csapattagot kellett keresnünk, de nagyon jól beilleszkedett a csapatunkba, és nagyon jól tudtunk együtt felkészülni. Én nagyon élveztem. Nekem ez a harmadik, a másik két csapattagnak pedig a második Kis Attilás versenyes győzelmünk. Érdekes volt, és szerintem nagyon tanulságos is, ugyanis a két ugye főszereplő, Márk és Imi, teljesen különböző személyiségek voltak, mégis annyira össze tudtak barátkozni, hogy az nagyon megindító volt nekem is. Teljesen be tudtam mutatni ezt a történelmi háttért is, amit ismertünk már, úgyhogy szerintem teljesen átadta azt a korszaknak a hangulatát. Ahogy beszélgettem a gyerekekkel, úgy éreztem, hogy sajnos vagy nem sajnos, közelebb állnak ezek a könnyed nyelvezetű regények hozzájuk, mint mondjuk akár egy jókai regény. Jövőre is visszavárjuk őket szeretettel, a jövő évi regényünk is ilyen könnyed nyelvezetű, de nagyon szép a téma. Ott Eger várostroma lesz, úgyhogy időutazunk 1552-ben.